extrém, de teljesíthető kihívás. Ez a Fighters Run, ami ahogy a nevéből is sejthető, a harcról és a küzdésről szól. És az olyan emberekből, akik szeretnék feszegetni a határaikat, több van, mint gondolnák. Nagy meglepetésünkre az időjárás miatt azt hittük, hogy kevesen lesznek, de nem. Tehát a 800 nevezési, tehát a rajtszám az mind elfogyott, és eddig, tehát az információim alapján, tehát ilyen 1400-1500-an vannak, mert hogy összesen mindenki hozott magával hozzátartozót, barátot, ismerőst. Rengetegen tesztelték tehát magukat a Csillebérti sporttelepen. És volt olyan élsportoló is, aki a nyári felkészülési programjába illesztette be az erőpróbát. Édesanyám egyik nap azt mondta, hogy benevezett egy kisebb kocogásra. Hát így az elmúlt pár napban derült ki számomra, hogy igazából mire vállalkoztam. Hát kiderült egyértelműen, hogy az nem kocogás volt. Szinte meghaltam az utolsó méterekbe. Orbiék a 7 kilométeres csapatverseny második helyét szerezték meg édesanyjával és két baráttal kiegészülve. Megcsináltuk, gyerekek? Meg! Hútai Mihály is igyekszik formában maradni, és sokatszor is próbára tette magát a harcosok futásán. Nagyon izgulok, mert most egy teljesen új pálya lesz itt azért sokkal, és a cipőm sem jó most, amit hoztam, nagyon úgy néz ki, és lassan el kéne kezem bemelegíteni, mert mindenkit melegít, nagyon vészesen, én még nagyon óvatosan kezdem a dolgokat. A melegítéssel vagy a levezetéssel azonban nem csak Misi járt hadilábon. Megint hülye voltam, mert a vőcsitán most egy elég jó eredményt értem el magamhoz képest, mindez a maratoni felkészülésemhez tartozik, ez a kis verseny is, de ott sem nyújtottam megint, hát befutottam a célba és rögtön mentem egy előadásra, hát nem nyújtottam és megint fáj a lábam, úgyhogy nem fogok hülyeséget csinálni, élvezni fogom azt, hogy tökik saras leszek, de nem fogok hajtani. Pindrok Csabának ez már a második Fighters Run-ja, ám a tavalyi pósteleki viadal neki kimaradt, nem úgy Vadon Janinak, akinek azonban komolyan meggyűlt a baj egy feladattal. Abban a medencében, ami egy ilyen tartály volt, aminek nem volt teteje, ez fel volt töltve jéggel. Még a nap elején, de amikor kisütött a nap, akkor ebből a jégből víz lett, és hát olyan 180 centi körül állt meg ez a vízmennyiség, én meg olyan 160 körül álltam meg. Ezt kivettük azért, mert hogy egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt meg sok ilyen visszajelzést kaptunk, tehát most inkább arra törekedtünk, hogy kicsit így szellemileg is kihívás elé tegyük őket. Jani azonban erre sem volt igazán felkészülve. Hát, hogyha ezt mondták volna előre, el sem indulok. Visszaút azonban már nem volt. Jani Kótai Misivel és Pindrok Csabával együtt rajthoz állt, és nekivágott a 7 kilométeres akadályfutásnak. A trióból Jani érkezett elsőként a végső akadályhoz, és haladt át a célvonalon, ahol már kissé meggyötörten állapíthatta meg, hogy míg tavaly a méretei miatt hátrányba került, idén éppen emiatt előnyt élvezett. A szöges dorotos akadályt azt nem szeretem. Tehát ez nem annyira jó, viszont az, ami mondjuk a csajozásnál hátrány, az itt előny, hogy csak 165 centi magas vagyok, és vagy éppen alacsony, ki hogy fogalmaz. Nem sokkal később Kótai Misi is berobogott a finishbe, egy kisebb harci sérüléssel megspékelve. Egyetlen egy kellemetlenségem volt, csak a srácok az amerikai focisták, egy kicsit túl komolyan vették a dolgokat, és itt látszik is, az egyik fiú eltalálta a sisakjával, de egyébként én is megmalmoztam kettőt, úgyhogy lehet, hogy meg is érdemeltem egy kicsit. Ennek ellenére persze élvezte a sárdagasztást, és még az sem szegte kedvét, hogy ezúttal sem tudta legyőzni ősi riválisát, Vadon Janit. Ez a harmadik Fighters Run, amit futunk, és mindig megver engem, de igazából nem tudom megvenni. Tehát az, hogy 60 kiló az nagyon sokat nyom alatba, hiszen jóval könnyebb és jobban könnyebben át tud jutni ezeken az akadályokon.
Aztán, amikor már szinte senki sem számított rá, Pindrok Csaba is bekocogott, társaival karöltve. Igaz, hogy az egyéni versenyben indultam, de két barátommal, ahol volt egy hölgy is, és bevártuk egymást. És azt mondom, hogy a csatát lehet, hogy elvesztettük, mert olyan utolsó előttiként, vagy mikor értünk be, de bajtársiasságból mindenképpen jelesre vizsgáztunk. No, és a levezetés? Hát nyújtok, jó is, hogy mondtad, megyek is nyújtani, látod? Nem, nyújtani kell, és van megint.